A Szent István teremben a kórus muzsika barátai a 10 éves musicolor ének együttestől hallhattak könnyedebb stílusú, világi darabokon át komolyabb, klasszikusabb kifejezésmódú zenei alkotásokat és magas színvonalon megszólaltatott kortárs kórus műveket egyaránt. Radics Éva, a kórus vezetője megerősítette, fontos számukra, hogy a jeles ünnepen városunk kiemelt kulturális intézményében köszönhetik közönségüket. Nagyon izgalmas volt ez a 10 év. Gyerekkori barátokból felnőtt korunkra újra éneklőtársasággá váltunk, és ez egy nagyon jó folytatása szerintem a közös gyerekkorunknak. Hárman lányok voltunk közös gyökerekkel, innen a Székesfehérvári Énekzenei Általános Iskolából indultunk, és az együtt éneklés szeretettel megmaradt felnőtt koraink, felnőtt életkorunkra is, és azt gondolom, hogy újabb és újabb kihívások elé állítjuk saját magunkat, többek között a külföldi utakkal is, vagy éppen az országhatáron belüli felkérésekkel, hogy ezeket elvállaljuk és feszegetjük a határainkat. Az együttes tagjai Radics Éva, Wagnerné Ugi Tünde, Bódi Réka Ágnes, Földesi Zalán, Mihály György és Pintér Péter dalaikkal, illetve filmes visszaemlékezéseikkel ezúttal is bizonyították fontos részei Fehérvár kulturális életének. Nagyon gazdag volt eseményekben, sokat tanultunk, sokat jártunk koncertekre. Örülök, hogy a város több helyszínén megfordulhattunk, vannak helyszínek, ahol rendszeres visszatérők vagyunk. És azt gondolom, hogy ez a barátság, ami minket összefog, és az éneklő szeretete, ez egy akkora élményt ad az embernek, hogy örökké előre mutat, és nagyon, nagyon sokat ad. A musicolor ének együttes számára továbbra sincs megállás, ugyanis tavasszal japán koncertkörútra indul.